Megérkezett az új tanyaggondnoki busz Dalmandra, amit az elmúlt években megvalósult Magyar Falu programon nyert fejlesztésekkel együtt ünnepélyesen adtak át. Stamné Juhász Luca, a település polgármestere elmondta, nagy hasznát látják majd az új járműnek. Nagyon-nagyon fontos számunkra a tanyagondnoki busz, és emiatt is mondtam azt, hogy nagyon-nagyon örültünk neki, mert három külterületünk van, tehát Dalmandhoz közigazgatásilag Új-Dalmand, Vörösegyháza és Alsó-Leperd is tartozik, ahonnan nagyon sok iskolás, alsótagozatos és óvodás gyermeket hozunk be. Szállít a tanyagondnokunk reggel és délután. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta, az ő körzetében lévő 58 településből 56 adhat be pályázatot a Magyar Falu programban, hiszen ezekben a falvakban 5000 főnél kevesebben élnek. Dalmand az elmúlt években több millió forintos állami támogatásból fejleszthetett. Például a járda építést fejeztek be 5 millió forinttal, illetve 5 millió forintból egy játszóteret újítottak meg még az ősszel, ez pedig 15 millió forintba került. A Kossuth utcának a felújítása márciusban történik meg, újabb 40 millió forintból, úgyhogy örülök annak, hogy az én körzetem is ennek a lehetőségnek köszönhetően szépen fejlődik. A Magyar Falu program 2019-ben indult, azóta az ország területén mintegy 23 ezer pályázat nyert összesen 230 milliárd forint támogatást. 2022-ben újabb 70 milliárd forinttal támogatja a kormány a falvakat.